Megkezdődtek a kemény napok Békés Csabán a Kemény Gábor logisztikai és közlekedési szakgimnáziumban, melynek keretein belül az iskola alapításának 50. évfordulójáról is megemlékeznek. A jubileumi ünnepség megnyitóján számos egykori Kemény Gáboros diák és igazgató is jelen volt. A szervezők a kiállításokon kívül főleg szakmai programokkal készülnek a hétre. Szeretnénk közelebb hozni a diákokhoz a munka és a mindennapi élet világát. Ilyenkor beengedjük az iskolába azokat a szakembereket, vállalkozásokat, akik nem napi szinten vannak benne az iskolában. Lehetőség van arra, hogy a diákok megismerjék az új szakmákat, gyakorlati helyeket keressenek, illetve a technika legmagasabb színvonalát, mert hogy hagyományosan szakmai napunk része például a Kecskeméti Pallas Athéné Egyetem vendégszereplése, ahova diákjaink tovább tanulni is mennek. A megnyitót követően Turovszky Manc Fatimek fotókiállítását tárták fel a nagy érdemű előtt Szembefordított tükrök címmel. A terem egyik oldalán a természet és annak különleges látásmódja mutatkozik meg, a másik oldalon az embert, illetve az emberi érzelmeket, az emberi élet fejezeteit mutatják be a fotópapírok. Először a természetfotók voltak azok, amiket készítettem. Az emberekhez az elején bátortalanul álltam, és ahogy szépen lassan a természetet felfedeztem a kamerámmal, utána következtek az emberek, ami nehezebb. Egy sokkal nehezebb terület, mint a maga a természetfotózás, hiszen ott is a technikai bravúrokat azért meg kell tanulni, hogy nem csak hogy szép, hanem igaz képek születhessenek, viszont az ember az egy teljesen más történet, hiszen ott a lelkét kell látni az embereknek a kamerával, amihez szükséges az, hogy a bizalmi kapcsolatot alakíts ki azokkal, akiket fotózol, illetve a másik lehetőség még erre, hogyha nem veszik észre, hogyha te fotózod őket, hiszen akkor talán a legőszintébb az ember, hogyha nem tudja, hogy figyelik. Aki a Kemény Gábor szakgimnázium falai között szeretné elsajátítani a középiskolás ismereteit és a szakmáját, vagy akár csak érdekli a fotóművészet, annak érdemes lehet ellátogatni az iskolába ezen a héten.